Na, hát sziasztok, sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit újra a csatornán, a nevem Riad Vader 87, és ez itt a Star Wars Galaxy of Heroes. Úgy gondoltam, hogy érdemes készíteni egy videót a Reva Missionről, magyar nyelven. Ugye, angol nyelven már egy halom van, halom videót lehet találni ugye YouTube-on, de magyarul még senki nem csinált, úgyhogy elérkezett ennek az ideje, hogy ezt csináljuk. Remélhetőleg sikerülni fog, első alkalommal fogok neki menni, úgyhogy engem is egy picit bennem van a druk, hogy sikerüljön természetesen. Aztán vagy sikerül, vagy nem. Szerintem nagyon is nagyon húzzuk az időt, hogy azért ne legyen annyira hosszú a videó. Így érdemes legyen megnézni, inkább így mondom. De akkor először térjünk át arra, hogy nagyjából milyen modolás kell neki. Jó? Tehát átváltunk először a úgymond hotbox statisztikára, ott lekértem, hogy jelenleg hogy vannak modolva. Annyit azért előjáróbb elárulok, hogy mint tudjátok, nekem nincsenek annyira jó modjaim, de megpróbáltam valahogy úgy összerakni, hogy a turn order úgy nagyjából jó legyen, statisztikák nagyjából, amik kellenek, azok nagyjából jól legyenek, aztán hát meglátjuk majd, hogy mire lesz elég. Na úgyhogy akkor ezt térjünk át a hotbotra, hogy sikerült. Na, tehát ugye kell egyszer Grand Inquisitor, őt igazából jó lenne olyan 3-25 körül lire eltordázni a speedjét. Nem nagyon tudtam úgy összekukázni Tenacity szettel, meg Offense szettel, hogy összejön a 9000 plusz, itt is inkább a 10000 kéne a physical damage-re, ugye. A Tenacity a 111% plusz az jó nagyjából. A 90 körüli prot kell neki. Meglátjuk, hogy mennyire kell a speed is. Grand Inquisitornak kell turn orderben a negyediknek lennie. Az elsőnek kell lennie Seven Sisternek, utána kell jönnie Fifth Brothernek, utána kell jönnie Second Sisternek. Ugye utána jön Grand Inquisitor, és akkor a végén kell jönnie a Ninth Sisternek. Na, Fifth Brothernél annyi a helyzet, ugye, hogy 350 speed kell neki, nagyjából. Tenacity is inkább olyan 110-120 környékén. A többi az úgy igazából, hogy nem fontos, igazából ugye a speed a lényeg, hogy időben tudjon stunolni, időben tudjon az ellenférről ugye a buffokat leszedni, stb. Stb. Tehát itt igazából ez a lényeg. Ninth Sisternek ugye nincsen semmi lényeges, 100, hát igazából 170 ezer protection kéne, de kéne 280 speed mellé. Tehát tudtam volna adni olyan 176 ezer vagy 160 körüli protection neki, viszont akkor olyan 240 körül lenne a speedje, ami valószínűleg édes kevés, úgyhogy inkább elvettem 30k protection tőle, olyan 23-25 inkább igazából, viszont így tudtam adni neki jó 25 speeddel többet. Sajnos más modot nem találtam neki. A Second Sisternél még az a lényeg, hogy neki kell olyan 330 speednél lennie, de mindenképpen előbb kell jönnie ugye, mint Grand Inquisitornak. És nála az a lényeg ugye, hogy ugyan 11 és 12 ezer special damage legyen rajta, és ezért neki is árt a Tena, de mondjuk Tena annyira nem kell neki, mert valószínűleg ő lesz a legkevesebb esély arra, akit mondjuk támadni fognak. Úgyhogy ebből a szempontból neki is inkább a protection ugye a lényeg, hogy
Az is olyan 80K körül legyen, de mondom 330 lenne az igazi. 330 speed fölött, ugye itt egy jó 20-assal elmaradok, hát sajnos nem tudok úgy összekukázni neki speed modokat, és akkor ugye itt jön Seven Sister, akinek igazából 360 speed kéne, tehát 360 plusz speed, 100% ten a fölött. Más nagyon nem kell. Tehát igazából a turnover az megvan. Inkább speedekbe maradok el lényegébe, majd meglátjuk, hogy ki tudja-e úgy adni, vagy ki tudom-e úgy kompenzálni, hogy így is lejöjjön a Reva Mission. Hát reméljük, hogy így lesz. Ja, akkor térjünk is vissza in-game. Akkor megnézzük, hogy sikerül. Na. Látjátok, eddig kettőből kettő bejött. Megnézzük. Reméljük, nem most fog jönni semmilyen frissítés, semmilyen egyéb dolog. Hogy csináljuk először, rakjuk ide a Seven Sister-t, utána Nintet, majd a két csórit. Na, akkor nézzük. Lássunk neki. Reméljük, hogy lejön. Legyen valami sikerélmény. Igen, jó. Aztán az sajnos beakadt, igen, ezért kellett volna Grand Inquisitorra, ugye. Igen, itt jön ki, hogy igazából kéne a speed. Akit vigyünk vissza, hát vigyük vissza Nebitet. Szedjük le mindenképp. Igazából Scavengert keresem. Reméljük, hogy nem fog belehalni Inquisitorunk a dolgokba. Hát ide lesz, úgy látom, healelni sajnos. Aztán egyelőre megtartjuk. Jó. Hát kénytelen vagyok klenszelni, ugye már 6 plusz dotnál ugye már muszáj klenszelni, mert 5% max HP-t seb ez a dotok, ugye, tehát igazából ugye itt már tortúrt kéne tolnom Nebitre, de se baj, hát muszáj vagyok leklenszelni a dotokat, mert másképp akkor nem fogunk átjutni még a második körre se. Itt nyomunk egy basic-et. Valószínűleg úgyis bele fog halni. Mondjuk amit elrontottam ugye, hogy a hílelésnél ugye kellett volna figyelnem, hogy kint mennyi purzs van, mert ugye azt szerint tölti vissza a protot. Na mindegy. Most már. Igazából. Hát lassan már megint klenszelnünk kell, az a probléma. Kénytelen vagyok megtartania. Jó. Jó. Azzal nincsen gond. Hát az a baj, hogy ki tudja, hogy a... Jó. Ajaj, ajaj. Ajaj. Az a baj, hogy... Ezt kénytelen vagyok. Kénytelen vagyok eltolni. Bármennyire is nem akartam. Ugyaj, hát az borzasztó lesz így. Igen, és itt jönnek a gondok, pedig ugye most igazából vissza kéne hílelnem. Mert akkor a következő beszemünk bele fog halni. Reméljük, hogy kap annyi TM-et.
Jó, hát mindegy, megpróbáltuk menteni a mentetőt. Szerintem nekem van egy olyan... Van egy olyan sanda gyanúm, hogy ez nem fog bejönni sajnos. Igen, itt kellett volna a cleanse nekem inkább. Jó, oké. Kérdés, hogy a 3-ba 7 bele fog-e halni. Ugye igazából 3-nál ez nem lenne jó, mert ugye 4 körös a... 4 körös a cooldownja ennek. De az a baj, hogyha 7 meghal, akkor igazából lehet dobni a kukába az egészet. Úgyhogy én inkább cleanse-elek egyet. Jó, rajta van a 6, úgyhogy így legalább aztán ugye fölmegy rá. Mit csinál? Ő is stunol. Jó, akkor inkább maradjunk a basicnél. Jó, igen, nem kell a... Na és akkor megpróbáljuk a lehetetlent. Oké. Jó. Őket szépen leszedjük, és akkor itt a vége. Na. Egy kicsit improvizálni kellett, ugye, mert itt menteni kellett Seven Sistert azért a végére. De lényeg a lényeg, hogy így is lejön. Tehát, hogyha nincsenek Uber módjaitok, de nagyjából a statokat hozzátok, és a turn order megvan, nyilván jobb, hogyha ugye egy picit magasabban a city-t lehetne nekik addig, tehát mondjuk 7T mondjuk 105% volt, akkor neki nyugodtan lehet adni 110-et. Érdemes talán Grand Inquisitornak is inkább Tenacity-t adni. Azt lehet, hogy aztán én csesztem el, és nem adtam neki eleget, vagy nem jól figyeltem. De ezt is mindjárt megnézem nektek, hogy ez hogy is van. Igen, offense tenát kellett volna, 80% tenát ugye kellett volna adni, és nekem volt rajta 111%, azt látjátok, hogy így is fölment a... Így is fölment a... Hát így is fölment a stun rá az elején. Viszont mondom, hogyha a statokat hozzátok, tehát a damage-t hozzátok, és tudjátok, hogy 6 plusz dot fölött ugye már érdemes ugye leklenszelni a dotokat magadról, hogy ne halljál bele, és mindig figyelni, tehát ugye mindig érdemes számolni például az elején a javáknak, ugye, hogy látjátok, hogy mennyi HP van rajtuk, ugye, és akkor nagyjából kiszámolod, hogy mit tudom én, van rajta mondjuk 10 dot, ugye akkor az 50% max HP sebzést fog jelenteni. Tehát, hogyha már sárgában van, akkor utána már ne üssétek mondjuk 10 dotnál, mert bele fog halni a dotokba, amikor kört kap. Jó, tehát igazából ennyire kell figyelni, és hogyha ha jól jön ki a turn order, és jól tudtok átmenni, mondjuk jó esetben ugye, amikor JMK-val voltam szembe, ugye ott igazából az lenne az igazi, hogyha Fifth Brother kezdene, ugye mert ott elkezded a basic-kel, ugye a basic az 2 purge-ot tesz rá, és akkor utána Seven Sister-rel ugye felrakod az ability blokkot, és akkor utána igazából már adja magát, mert csak kontrollálni kell őt. De lényeg a lényeg, hogy elsőre lejött, aztán majd megpróbálok a modokkal dolgozni, hogy azért a speed stat követelmények is azért úgy nagyjából majd meglegyenek. Remélem, hogy hasznos videót sikerült nektek csinálnom. Aztán, hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, illetve iratkozzatok fel a csatornánkra, hogyha még nem tettétek meg, illetve csatlakozzatok a csatorna Discord szerverére, hogyha bármi kérdésetek van a játékkal kapcsolatban, például elakadtatok valamelyik eventnél, vagy modolási tanácsadás kéne, vagy egyéb fejlesztési kérdésetek van, mert mondjuk elakadtatok. Illetve csatlakozzatok a Facebook csoportunkhoz, hogyha a leggyorsabban szeretnétek hozzájutni a legújabb újdonságokhoz, úgymond legfontosabb, legújabb újdonságokhoz, ugye, tehát most mindenfajta szírszarról nem fog kitenni posztot, meg a tise. Úgyhogy ez várható, illetve hogyha tehetik, akkor támogassatok Patreonon, ezeknek a linkét mind megtaláljátok a videó alatti leírásban.
Legközelebb, mikor találkozunk, azt nem tudom, sajnos az utolsó körben nem igazán tudtam ugye nektek streamelni Grand Arena-t. Illetve, megmondom őszintén nektek, hogy nem tudom, hogy mennyire lenne rá igény. Meg hát ezt nyilván azért nekem is bele kell kalkulálnom, amit szeretnék. De gondolkozom azon, hogy esetleg indítok egy második akkuntot. Mint ahogy Análdnak is van egy free-to-play akkuntja, hogy az újonnan érkező játékosoknak, vagy akik még nem annyira tolják a játékot, de mondjuk lehet, hogy majd kedvet kapnak hozzá, vagy éppen csak most kezdték pár hete, pár hónapja, esetleg nekik valami iránymutatást ugye lehetne így adni. Nem tudom, hogy mennyire lenne rá igény. Ezt vagy kommentben jelezzétek a videó alatt, vagy esetleg, hogyha következő Grand Arena lesz stream tőlem, akkor majd esetleg ott a komment szekcióba, vagy akár Facebookon is nyugodtan jelezhetitek nekem, és akkor nyugodtan írjatok rá Messengeren, ha lenne rá ilyen igény, aztán lehet, hogy kirakom majd egy szavazást a Facebookon, majd nem tudom, ezt még nekem is azért át kell rágnom, mert ugye ez plusz időt veszel, és ugye az első számú időtöltésem az az Asylumnak szánom az időmet, úgyhogy nekem az a legfontosabb, hogy ott jól működjenek a dolgok, ugye, illetve hogy a tévére, Territory War-ra kellőképpen fel tudjam készíteni a társaságot. Jöttek új emberek, mentek régiek, és megpróbálni egy picit összecsiszolni a társaságot, hogy jól működjünk. Na, de akkor elég a szóból, mert így már így sem olyan sok lesz a videó. Örülök, hogy itt voltatok, néztetek meg minket, találkozunk legközelebb. Sziasztok!